Kedves nézőink, a következőkben az ajkai röplabda helyzetéről láthatnak egy összeállítást. Tegnap a Röpi Suli edzésén jártunk. Kérem, tartsanak velünk! Mióta működik Ajkán a Röpi Suli Sportegyesület? 2008-ban lett alapítva az egyesület, az Ajkai Röplabda Klubból váltunk ki, és főleg az utánpótlásra helyeztük az a hangsúlyt. Pillanatnyilag hány gyerekkel foglalkoznak? A létszámon körülbelül 35 fő. Milyen korosztályokat foglal magában a sportegyesület? Tulajdonképpen valamennyi korosztályt magába foglalja. Kezdő korcsoporttól várjuk a gyermekeket, aztán a legkisebbek a minikorosztály, általános iskola 4-től 6-ig vannak a minisek, akik már versenyszerűen sportolnak. Ezután jön a gyermekkorosztály, általános iskola 8. osztályig, és utána a serdülő junior korosztály. Van egy-két felnőtt játékosunk is, és őket is elindítjuk versenyben. Kik foglalkoznak a gyerekekkel? 3 edző van, Magvas Renáta, Varga Péter és jó magam. Milyen verseny lehetőségeik vannak az egyes korosztályoknak? Valamennyi korosztályt versenyeztetjük, a kisebbeket a megyei bajnokságban és különböző megkívásos tornákra járunk. A legkisebbeknek rendezünk versenyt is, a minden évben megrendezendő Borsos Miklós kupát. A gyermekkorcsoportnak a Verespálné kupát rendezzük most már több mint 30 éve, egy nagyon nagy hagyományunk ez, és ez országos versenynaptárban is szereplő verseny, elismeri az egész ország, úgyhogy jönnek országosan csapatok hozzánk. Őket is a megyei bajnokságban versenyeztetjük. A junior és a felnőtt játékosainkat összevonva tudjuk versenyeztetni, ők a Dunántúli Amatőr Bajnokságban vesznek részt. Ez tulajdonképpen egy nemzetközi verseny, mivel már Komárno is részt vesz ebben a versenysorozatban. Azt kell tudni, hogy annyi a különbség az MB2 és a Dunántúli Amatőr Bajnokság között, hogy sokkal kevesebb költségbe kerül, mint az MB2. Milyen gyakorisággal és hol vannak ezek a versenyek? Hát a versenyek, ugye a versenynaptár szerint ki vannak írva, elég sűrű a versenyünk, szinte minden hétvégén megy valamelyik csoportunk versenyre. Milyen eredményekkel szerepelnek az egyes versenyeken? Általában a jó középmezőnyben szereplünk, egyelőre ide is várjuk a gyerekeket, hiszen a feltételeink most talán kezdenek megjavulni, és lesz igazán megfelelő edzésidőnk. Tavaly csak heti 2 alkalommal tudtunk edzeni, most heti 3 alkalommal tudunk edzeni, úgyhogy mindenképpen javulást várok az eredményben is. Hol és milyen időpontban vannak az edzések? Kedden és csütörtökön van a Ajkai Városi Sportcsarnokban 3 pályán, mind a 3 korcsoportnak edzése, és szerdánként a Szentgyörgyi Albertza középiskolában van edzésünk. Az utánpótlás korcsoportból kiöregedő játékosoknak van-e tovább lépési lehetőségük? Igen, hát mindenképpen szeretnénk, hogyha itt maradnának Ajkán. Sajnos nagyon sokan elmennek, hiszen az élet hívja őket, hiszen tanulni kell tovább tanulni egyetemen főiskolára, és várjuk vissza azokat a gyerekeket is, akik már elvégezték a főiskolát. Őket a Dunántúli Amatőr Bajnokságban játszatjuk idén, amit mondtam, hogy nem sokkal rosszabb, mint az MB2, és hát nem titkolt célunk az, hogy MB2-ben elinduljunk 1 vagy 2 év múlva. Elsősorban anyagi akadályai vannak, tehát egy MB2-es szereplés az mindjárt 1,5 millió forint a beugró. Aztán, hogyha egy év után szereplünk az MB2-ben, akkor ki kell állítani egy junior csapatot. Most ez meg már magával vonza a személyfeltételeket is, hiszen mi úgy tudunk kiállítani egy felnőtt csapatot jelenleg, hogy a junior és a felnőtt együtt játszik. Tehát, hogyha egy év múlva ki kell állítanom külön egy juniort, meg külön egy felnőttet, ki tudom állítani, hiszen már csináltuk ezt, hogy a juniorok játszottak a felnőtt csapatba, vége volt a felnőtt mérkőzésbe, kezdődött a junior mérkőzés, ugyanazokkal a játékosokkal. Csak ahhoz rendkívül nagy erőnlét kell, hogy 2 mérkőzést egymás után végigjátszanak a gyerekek, és bizony a sérülés az előfordul, és hogyha csak szűk a keret, már akkor elég kockázatos így elindulni az MB2-be. Anyagi nehézségeink vannak, létszámhiányaink vannak. Tehát még felelősséggel nem lehet MB2-be elindulnunk. Meg kell erősödnünk egy kicsit, többet kell edzenünk, és
igazából vissza kéne nyerni azt a régi presztízst az Ajkai Röplabda Egyesületnek, ami volt régebben. Szükségünk van egy stabil támogatóra, aki eljön edzésekre, megnézi, hogy ezek a lányok milyen fantasztikusak, hogyan tudnak küzdeni, és azt mondja, hogy igen, adok ezeknek a lányoknak egy kis pénzt, mutassák meg, mit tudnak, mert mi röplabdások nem vagyunk látványsport, tehát mi a TAO-ból nem részesülünk, mi csak saját magunkra számíthatunk. És tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, évtizedek óta, mióta a videóton megszűnt, azóta meg lehet nézni az egyesületeket, nincsen a röplabdának, és nem is volt igazán komoly támogatója. Mennyire számíthat az egyesület a város támogatására? Számítunk a város támogatására, tulajdonképpen a városi sportcsarnokot is ingyen vehetjük igénybe. Ez nagyon nagy segítség egyesületünknek. Nemrég nevezték ki önt az egyesület elnökének. Mit szól ehhez az új pozícióhoz? Rendkívül megtisztelő volt, hogy bizalmat szavaztak rám nekem az egyesületi tagok. Azonban az én szerepem inkább az edzősködés lenne. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki abban jó, amit nagyon szeret, amit szívből szeret. És én tudom, hogy az én világom a gyermekek világa, tehát én edző szeretnék lenni, és azt szeretnék maradni. Tehát ez a pozíció, ez tulajdonképpen csak egy kényszer megoldás. Én szeretném, hogyha jelentkezne olyan ember, aki igazából szereti a röplabdát, és érti is a sporttörvény nyelvezetét, és kedvet érez az iránt, hogy segítsen nekünk. Úgyhogy nagyon nagy szüksége lenne az egyesületnek egy társadalmi elnökre, aki igazából szívvel, lélekkel vezetgeti az egyesületünket a törvényes utakon. Ha valaki kedvet érez a röplabdázáshoz, hol és mikor jelentkezhet? Hát szeretettel várjuk mindenképpen a röplabdázás iránt érdeklődőket. Itt a sportcsarnokban megtalálnak minket kedden és csütörtökön 5 órától fél hétig, hétig, és szerdánként pedig a Szent György Albert iskolában 4 órától este fél hétig. Úgy tudom, jelenleg egy fiú játszik az egyesületben, várnak-e még esetleg több fiú jelentkezésére? Igen, természetesen várjuk a fiúk jelentkezését örömmel, inkább Ajkán a röplabda a női ágra szokosodott, de igazából a fiúk is rendkívül érdeklődőek, tehát a környéken rendkívül jó sok fiú csapat van, meccseket tudnánk szervezni, hát jöjjenek a fiúk, szívesen látjuk őket. Mennyire fiatalon érdemes elkezdeni röplabdázni? Hát már általános iskola első-második osztályában elkezdhetik a labdás ügyességi fejlesztő gyakorlatokat, tehát én már akkortól várnám a gyerekeket, és szeretettel fogadom is őket. Labdás ügyességfejlesztés még nem mondhatom azt, hogy röplabdázni fog. Ismerkedik a labdával, ismerkedik azzal, hogy hogyan kell hozzáérni, hogyan kell beleütni. Igazából manóversenyek is vannak már, hogyha egy-két ügyes gyerek pici van, akkor már oda el tudom vinni, de magával, a röplabda sportággal harmadik-negyedik osztályban érdemes elkezdeni intenzíven foglalkozni, de akkor már heti 3 edzéssel, mert a kezük, a lábuk addigra erősödik meg úgy, hogy nem okoz nekik sérülést. A röplabdának, mint sportnak mik azok az előnyei, amiért érdemes már kicsikorban elkezdeni? Ó, hát a röplabda az fantasztikus sport. Egyrészt azért, mert nincs testelleni küzdelem. Egyszerűen észjáték. Nehézsége van, mivel az alapérintéseket meg kell tanulni, az legalább 1 vagy 2 év, mire biztosan tudja használni az alapérintéseket, de utána kinyílik a gyerek, szinte maga a csoda. Hogy gondolkodásban rengeteget fejleszt a röplabda. Előre kell tervezni, hogy hová lépek, merre megy a labda, merre áll az ellenfél, kire akarok játszani, ki a leggyengébb az ellenfél közül, megfigyelő képesség, mozgás, gyorsaság, súlypontemelkedés, minden, szinte mindent fejleszt. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy kétkezes mozgás feladásnál, alkarérintésnél, ugye a gerinc nem sérül, nagyon sokat ajánlják az úszás mellett a gerinc sérült gyerekeknek is. Mikor és hol lesz a következő verseny?
Hát a legközelebbi, legnagyobb megmérettetés a Verespálné Kupa a gyermekkorosztályú csapatoknak. Erről már az előbb beszéltem, hogy ez egy országos szintű verseny. Három pályán fogjuk megrendezni a Fekete István sportcsarnokban. Hát remélem, hogy olyan 16 csapat el fog jönni hozzánk, hiszen nagyon nagy híre van a versenynek. Egész napos rendezvény, szeretettel várjuk a nézőket, a szurkoló szülőket, a rajongókat. Honnan várják a csapatokat? Dunántúl neves csapatai jönnek hozzánk általában. Szombathely, Kaposvár, Pankasz, Nagybajom, Budapestről is jönnek jó páran, sőt Szolnokról is jött egy csapat tavaly.